Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, Tamás vagyok. A mai tartalomban a házi készítésű vákumos lemezmosót fogom bemutatni, azt, hogy én ezt hogyan készítettem el, és hogy milyen alapanyagokat használtam hozzá. Tartsatok vele! A vákumos lemezmosó elkészítésénél a koncepció az volt, hogy egy bizonyos adott helyre kellett beférnie, illetve a lehető legköltséghatékonyabban tudjam ezt megcsinálni vagy elkészíteni. Ezért a nálam lévő alapanyagokat használtam fel az elkészítése során, és csak néhány dolgot vásároltam meg. A dizájnja az annyira nem volt fontos számomra, hogy hogy fog kinézni a végén, ezért lett ilyen a formája, illetve a kinézete, amilyen. Ezen persze később lehet változtatni, hogyha én ezen szeretnék. És akkor lássuk, hogy miből is áll össze a lemezmosó. Az alapot kettő darab fa vágódeszka biztosítja. Mindkettő kerek alakú, a meghajtásról egy átételes motor gondoskodik, ez 19 voltos. A vákum továbbításához pedig egy porszívó csövet használtam, ami volt itthon pluszba. Ezen kívül kellenek még csavarok, vagy az otthonit használod, ami van, vagy pedig vásárolsz hozzá kell még két kapcsoló, egy DC csatlakozó. Az elkészítése nagyon egyszerű. Az egyik vágódeszken középpontosan fúsz egy lyukat, majd megjelölöd a motor rögzítésének a pontjait, ezeket is átfúrod, Itt tudod rögzíteni a motort az egyik alaplaphoz. Mint látható, a kétállású kapcsoló és a DC csatlakozó már rögzítve van. Ez egy távtartó, ezeket ilyen lemezből vágtam ki. Ezek is voltak itthon, és ezt se kellett vásárolni. A kapcsoló 700 forint volt, a DC csatlakozó pedig, ha jól emlékszem, 300. én nem kötöttem be fixre az áramellátását a meghajtó motornak. Én külön egy USB-s telefon töltőről hajtom meg. Itt vannak a további távtartók. Ezek fogják megadni a magasságát a készüléknek. A két állású kapcsoló az irányváltásért fog felelni. A kapcsoló bekötése egyszerű, csak ellentétesen kell bekötni a kapcsolható oldalakat. Maga az összeállítás. Ennyi. A távtartókat vagy odaszögeli az ember, vagy pedig csavarozza. Itt csavarozva vannak. És így néz ki, félig összeállítva. Ahhoz, hogy a lemez biztosan álljon, ezért faros lemezből vágtam a látétet amit középpontosan kifúrtam tengely méretéhez, illetve egy régi szekrény gombját használom szorítóként, mert annak az átmérője pontosan belemegy a átételes motor furatjába. A vákumos rész teljes egészében a porszívó csőből készült. Ahhoz, hogy a mosófolyadék ne kerüljön a porszívóba, kapott egy ülepítő tartályt, illetve a biztonság kedvéért még egyet. A két dobozka egyébként ételtároló doboz, amit bármelyik ilyen 100 forintos boltban lehet vásárolni. Ezek a részek is a porszívó csőből vannak kivágva, ugye pillanatragasztó és szóda nagyon jó ragasztó, ez az elegy. Maga a Vákumos rész, ami a lemezzel illeszkedik, azt egy PVC csőbből vágtam ki, illetve abba vágtam bele a részt, ami amin keresztül távozik a mosófolyadék, és természetesen a kosz is. Minden darabja egyébként a porszívó csőből van, minden kötőelem, illetve a szívó, ré, szívófej nagy része is az illeszkedés egyébként majdnem tökéletes. Az, hogy mosás közben nem mozduljon el a szívófej, azt egy rögzítő rúddal oldottam meg, ami fixen be van építve. Így a, a mosás közben a lemez nem forgatja el a szívófejet. Magát ezt a szívófej részt, ezt kettő csavarral rögzítettem, ennek a kimérése volt a legnehezebb, hogy pontosan a lemez szélétől a lébőlig legyen meg a vákum. Ezen kívül még itt fontos a magassága ennek a szívófejnek, mert hogyha van egy kis görbület is a lemezbe, akkor azonnal meg fog szűnni ott a vákum, mivel, mivel elég merev, nem fogja követni ezt, ezeket a görbületeket a lemezbe. Ezért érdemesebb egy kicsit a lemez síkhoz képest lejjebb tervezni, mert így, hogyha görbe a lemez, akkor ott is fog bekomot képezni. A másik, ami nagyon fontos, hogy a kivágott szívó rész az pontosan egy vonalba essen a középtengelyen. Ezekből az alapanyagokból állítottam elő a vákumos lemezmosót. A vákum létrehozásához egy háztartási porszívó kell, nincs benne külön vákumos motor. Természetesen ez egy otthoni, otthon elkészített vákumos mosóberendezés, amit üzletben tudsz megvásárolni, azért, ez, azért azok kicsit, kicsit precízebben vannak megépítve. Így én csak a sajátomat mutattam be, hogy én hogyan készítettem el. Ez nem egy követendő példa. Aki egy kicsit professzionálisabb mosót szeretne, az mindenképpen az, az vásároljon magának egyet. Én ezzel nagyon elégedett vagyok, ahogy lehetett látni a rövid kis videóba, Azért elég jó munkát végez. Egyedül még ö, hangtesztet nem készítettem el, mert nem volt rá még időm igazából. De az is hamarosan jönni fog. A mosófolyadék nagyon fontos. Én egyelőre az alap keveréket használom. Ez destillált víz, izopropilalkohol vagy butilalkohol, amit a patikában lehet vásárolni, illetve a folyadék mennyiségétől függően egy vagy két csepp mosogatószer. A mosófolyadékba szoktak rakni úgynevezett csöptelenítő adalékot, ezt a fotográfusok használják negatív előhívásánál, illetve a papírnagyítások készítése során. Ezt nem nehéz beszerezni. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Sziasztok!